Sziasztok! Mint tudjátok, márciusban ismét SciTech Megateszt. Ez számomra egy különös értékkel bír, mert 20-20 pár évvel ezelőtt, még a karrierem előtt, én nekem a SciTech Megatesttel kezdődött az egész, olyan szempontból, hogy már súlyzós edzéseket végeztem, még nem állt rendelkezésemre akár mekkora anyagi lehetőség ahhoz, hogy én itt megvalósítsam magam, és még én 2001-ben voltam SciTech Megateszt alany, és a 2000-es évben is volt SciTech Megateszt, amit az újságban láttam, és láttam azt, hogy a cég segítségével milyen jó fejlődést lehet elérni. Egy nagyon jó löketet kaptam a kezdéshez azzal, hogy részt vettem ezen a teszten, nagyon jót fejlődtem vele, motivált lettem, és egy évvel később már színpadon is tudtam állni. Általában heti 5-ször már akkor is edzettem, viszont amikor a teszt kezdődött, akkor nagyon motivált lettem, és heti 7 napban is lementem a terembe. Ez a teszt akkor két lépcsős volt, ami azt jelentette, hogy az első 3 hét után volt egy válogató, hogy kik fejlődtek a legtöbbet, és a legtöbbet fejlődött alanyok tudtak tovább menni. Ez nagyon motivált az első 3 hétben, úgyhogy tényleg minden nap edzettem, nagyon keményen, próbáltam jobban táplálkozni, szóval ez egy ilyen extra motivált 6-7-es időszak volt nekem. Akkoriban a Hajdú Gymben edzettem, egy kis edzőterem, a Hajdú Imi vezette, ő volt, aki akkoriban sokat segített nekem, nagyon motivált is, és ő még ösztönzött is minket arra, hogy menjünk el a tesztre, segített benne egy kicsit. Ez volt így a karrierem előtti időszak, úgymond. És a Pintér Ferivel, illetve a Fitness 2000-rel az azt követő 2002-es évben ismerkedtem meg. Szóval a teszt volt az, ami megadta nekem a kellő löketet a versenyzéshez, meg is volt a motiváltságom, jó időszakban voltunk, közeledett az őszi versenyszezon. Anyagi okok miatt nem tudtam felkészülni akkor erre az évre, és ezért kellett egy évet várnom gyakorlatilag az első debütálásomig. A 2001-es Megatesztről indulva én már 2002-ben a junior versenyeket nyertem itthon, és 2005-ben meg már magyar bajnok voltam felnőttben, és országos Grand Prix versenyeket is nyertem. Azóta már profiként versenyzek, ha ezt így összerakjuk, ha részt veszel a teszten, még akármi lehet belőled.